Szép jó napokat kívánok mindenkinek! Elérkeztünk egy következő körmös videóhoz, és az az igazság, hogy ahogy nézem ezeket a körmös videókat, akármikor felveszem, mindig visítok magamon a nevetéstől, ugyanis elképesztően béna vagyok, hogyha videózni kell a körmös videókat. Ez egy kicsit értelmetlen volt, így értitek. Úgyhogy legtöbbször azért nem veszem fel őket, mert sokkal lassabb és sokkal bénebb vagyok, és egy csomószor kimászok a képből. De a lényeg. Lehet, hogy láttátok, hogy fekete szettem volt fent most elég sokáig, amit éppen elkezdtem leszedni, és real time-ban láthatjátok, ahogy távolodik el a mancsomról. És amikor ezt a szettet csináltam, akkor már a fejemben volt ez az anti-Valentin napos, nem is tudom micsoda. És voltak részletei, amik folyamatosan felugrottak, és szerettem volna megcsinálni őket, de a videó vége fele látni fogjátok, hogy egyáltalán nem akart összejönni semmi, úgyhogy tényleg jó legyen, és jól is nézzen ki az egész. Egyébként azon gondolkoztam, hogy következőleg, ha szedem le a körmöm, akkor szeretnétek egy olyan videót, ami teljesen valós időben, hanggal együtt, csak az, ahogy leszedem a körmöm. Mert azért elég sok idő, mire mindkét kezemről le tudom szedni, viszont van egy megnyugtató hangulata, szerintem, aztán lehet, hogy senkit nem érdekel, de remélem, hogy ezt majd megírjátok nekem a komment részekbe. Ezt viszont nem tudtam felvenni hanggal, ugyanis elképesztően nagy telefonbeszélgetésekbe voltam közben a csajokkal, úgyhogy ezért bocsánat. Lekerültek a körmök, és elkezdtem megépíteni az újat. Nagyon régóta csak töltöttem, és teljesen eldeformálódott már. Egyáltalán nem tetszik az előző forma, ami a körmeimen volt. Viszont nem tudtam, hogy milyen formát szeretnék csinálni, úgyhogy egy ilyen mindenes valami készült, amiből körülbelül bármi lehetett volna. Gondolkoztam rajta, hogy csináljak-e kaffint, viszont nem akartam annyira felemást, úgyhogy a végén majd látni fogjátok, hogy egy ilyen hegyesebb mandula lett belőle, de itt még fogalmam nem volt, hogy mi történik, úgyhogy igen, egy ilyen amorf valami készült. Vettem új porcelánport. Az első problémám, amikor a fekete szettet csináltam, akkor gondolkoztam rajta, hogy egy kicsit áttetsző valamit szeretnék, viszont nem nagyon akart összejönni a szín. Ezt később látni fogjátok, hogy megint így történt. Először azért nem tetszett szerintem, mert milky pink volt a porcelánpor, amit használtam, ami egy Brill Bird-ös porcelán volt, és elképesztően kopik mostanában. Körülbelül egy hétig marad, tudjátok, olyan jó, éles, amilyenre megcsinálom, utána nagyon elkezd kopni, és a formája is deformálódik. Úgyhogy vettem, azt hiszem, hogy Perfect Nails-es porcelánport, ez a Speed Clear, és ebből volt nekem egyszer egy teszterméretem, és azt nagyon szerettem, úgyhogy most ezt fogom egy jó darabig használni, és ezt próbálgatjuk. Menet közben kimásztam a képből párszor, ezért bocsánat, és a fókusz is ugrál egy kicsit, de nem sokára kész vagyunk az építés résszel. Ja, és a legfontosabbat nem mondom. Tudom, hogy hogy néz ki az ecsetem, don't judge. A lényeg ecsettéren, ha bárki körmözik, és van nagyon-nagyon jó porcelán ecset ajánlása, akkor azt várom szeretettel. Ez egy elképesztően jó, igazi szörből készült ecset, viszont ez egy 18-as méret. Nem tudom, hogy hogy került hozzám, fogalmam nincs róla. Azt tudom, hogy én vettem, azt nem tudom, hogy miért rendeltem 18-asat. Levágtam méretre, nagyon szeretem, ez a tökéletes méret, nem találok itthon olyan méretet, ami tetszene. Nagyon sok fajta ecsetem van, de vagy túl laposak, vagy túl hegyesek, vagy túl nem tudom én mi. Ez a méret kellene, ami körülbelül, ha tippelnem kellene, akkor egy ilyen 14-es, mert ebből van egy 16-osom is, de az egy picit nagy a körömágyamhoz, úgyhogy azt se szeretem annyira. És ez a tökéletes forma, úgyhogy tudom, hogy nevetségesen néz ki, de ez a kedvenc ecsetem.
finna be down generations, not gon' be in vain. Too young, why you gotta go, why you gotta go? I just wanna know now, too numb. A másik elképesztően nagy problémám videózásnál, lehet, hogy ez azért van, mert magamtól tanultam meg körmözni, de ki kell támasszanom a kezem. És ha magamnak csinálom a körmöm, akkor általában ezt úgy szoktam, hogy az egyik térdem fel van húzva, amikor körmözök, és arra támasztom meg a kezem, és az a tökéletes támasz, az a komfort pozícióm igazából. És nagyon nehezemre esik bármit is úgy csinálni, hogy a kezem az asztalon van olyan távolságra magamtól, hogy benne legyek a kamerába, és mégis meg legyen támasztva. Úgyhogy igen, elkezdtem formára reszelni a körmeimet. A formával mindig nagyon hisztis vagyok. Először elkezdtem alulról lereszelni azt a részt, amit ugye eredetileg úgy építettem, hogy vagy szűkített kocka lesz belőle, vagy kaffin, vagy valami ilyesmi. És ahogy rájöttem, hogy oké, akkor mégis mandula, le kellett szedni az aljáról nagyon-nagyon sokat, és a hüvelykujjamat tudtam nagyjából úgy megcsinálni, hogy ti is lássátok, hogy mi történik. Az alapmandula formát nagyjából megcsináltam, nagyon nagyjából, és utána átmentem egy sandbanddel a tetején. Nem szeretem csiszológéppel formázni a körmök felső részét, viszont első lépésnek szeretem ezt használni, pont annyira puha, hogy kiegyenlítse a felszínt, és lássam, hogyha valamit esetleg nagyon elrontottam, és többet kell javítani. Miközben reszelem a formát, nagyon sokat forgatom a kezem, ugyanis teljesen máshogy néz ki, hogyha magad felé van fordítva, és hogyha elfele van az ujjad. És van olyan, hogy tökéletesnek tűnik a forma, amikor magam felé van, viszont amikor elfordítom, akkor teljesen csálé, és olyan, mintha semmit nem csináltam volna. A leghosszabb része a folyamatnak mindig a formára reszelés. Nagyon sok időt meg tudnék spórolni bele, hogyha előre tudnám, hogy milyen formát szeretnék, és alapból arra építeném, viszont ahhoz egy kis ész kellene, és annak általában hiány vagyok. Rengeteget láttam TikTokon is, Instán is azokat a körmöket, amikor valami szemhéjpúderrel csinálnak színt. Ahogy mondtam már nektek, szerettem volna csinálni egy áttetszős, szürkés, feketés valami színt, viszont nem nagyon akart összejönni, úgyha kevertem színt, vagy egy rétegbe kentem, soha nem tetszett a végeredmény, úgyhogy arra gondoltam, hogy előveszek egy szemhéjpúder palettát, és megpróbálok abból egy szép szürkét kiszedni, és azt felvinni. Amikor először elkezdtem felvinni, egészen tetszett a szín, de a fedéssel nem voltam teljesen elégedett, egy kicsit ennél többet akartam. Úgyhogy megpróbáltam, hogy mi van akkor, hogyha nem szürkét, hanem feketét teszek fel. Ahogy ezt látjátok, sokkal rosszabb volt, és egyáltalán nem nézett ki jól, szerintem. Úgyhogy megpróbáltam egy kicsit tömörebb ecsettel felvinni a színt, hát ha akkor jobban fog, tévedtem. Ettől függetlenül az ecset kényelmes volt, úgyhogy ennél maradtam, és megcsináltam az összes ujjamat. Soha nem láttam sehol, hogy milyen alapra viszik fel ezeket a púdereket, úgyhogy én egy sima reszelt, portalanított körömre vittem fel. Az összes színnél, és ahogy látjátok, egyébként ez később egy kis hiba lesz, nagyon belementem a körömágyamba, és nagyon nehéz volt onnan kiszedni. Mindegy. Miután felvittem a színt, ráhúztam egy átlátszó géllak réteget, ugyanis valamivel fixálni kellett. Amikor húztam fel a géllakot, akkor már tudtam, hogy az egyik ujjamat teljesen csillámosra szeretném. Nem tudom, miért választottam a kis ujjamat. A lehető legrosszabb döntés volt, de
a kis ujjamra esett a választás, és ezt tudjátok, ez a flash glitter, ami visszaveri a fényt. Úgyhogy a kis ujjamra fixálásmentes fedőlakkot húztam fel, majd beleszórtam ezt a flash glittert, egy picit megtapogattam, mindig biztonságosabbnak érzem így, és utána megköttettem teljes időre, és igazából ez az ujjam ezzel kész is volt. Utána jött a gondolkozás, hogy mit csináljak a többi ujjammal. Úgyhogy arra gondoltam, hogy egy kicsit kellene még, hogy jobban fedjen a szín, és megpróbáltam a sima fixált ujjamra ráhúzni, semmi nem maradt rajta. Úgyhogy a paletta sarkából kikapartam egy kis színt, tekintve, hogy pigmentem nincsen, és ugyanezt a színt szerettem volna, kikapartam egy kis színt, és összekevertem ugyanazzal a sima átlátszó géllakkal, amit az előbb is használtam, és abból csináltam egy egészen jó színt. Ezzel teljesen elégedett voltam, egy problémám volt, nagyon csíkosan lehetett felvinni, úgyhogy végeredményben nem tökéletes, de jelenleg arra, amire nekünk kell, szerintem azt egészen jól hozza. Nem voltam benne egyébként még így se biztos, hogy azt a színt és fedést kaptuk, amire igazából szükségünk volt. Nem voltam még így se benne biztos, hogy azt a színt és fedést kaptam, amire igazából szükségem volt, de úgy voltam vele, hogy nem próbálkozok tovább, jó lesz így. A gyűrűs ujjamon látszik, hogy kicsit befolyt egyébként a körömágyamhoz, és nagyon nem tetszett, ahogy az kinéz, úgyhogy a gyűrűs ujjamnál egy picit ott azt kireszeltem, és úgy döntöttem, hogy körbehúzom azt az ujjam egy feketével. Valami mintát mindenképpen szerettem volna rá, de nem tudtam, hogy mit, és ez egy egészen jó alapnak tűnt. Téves, de ezt láthatjátok itt. Közben egyébként a hüvelykujjamon kipróbáltam, hogy mi van akkor, hogyha csak egy réteg feketét húzok fel. Egész jó, de az se azt az eredményt adja, amit szeretnék, úgyhogy végig szenvedés volt az egész. Majd a mutató és középső ujjamra elkezdtem picike szívecskéket felvinni, ugyanis ez volt az eredeti tervem, egy átlátszós, szürkés fekete alapon teljesen fedő fekete szívecskék. Van pár dolog, amit máshogy csinálnék, de ez a két ujjam szerintem nagyon aranyos lett. Nem szerettem volna ugyanakkor a méretű szívecskéket csinálni végig. Úgyhogy a középső ujjamon elkezdtem egyre nagyobb szívecskéket felrajzolni. Nem szerettem volna középre berakni az utolsó szívecskét, úgyhogy arra gondoltam, hogy mi van, hogyha félig lelóg és csak a fele látszik. Szerintem tök jól néz ki. Majd átmentem a mutató ujjamra, és ott úgy döntöttem, hogy megfordítom, és felülről kezdek nagy szívecskékkel, lefele pedig haladunk tovább a picikkel. Ezt nem mondtam az előbb, a gyűrűs ujjamon valamiért a fekete géllakkal húztam körbe a csíkot. Egyébként akrilfestéket szoktam használni minden festéshez. A mutató és középső ujjamon már akrilt használtam, úgyhogy ahogy az megszáradt, rögtön ráhúztam egy fénylakkot, és végig köttettem. Majd az az ötletem támadt, hogy mi lenne akkor, hogyha fénylakkal húznék szívecskét a gyűrűs ujjamra, és a flash glitterrel húznám be. Úgyhogy elkezdtem átlátszóval szívecskét rajzolni, ami annyival bonyolultabb, mint ahogy gondoltam, hogy elmondani nem tudom. De valahogy meghúztam a szívecskét, és beleraktam a csillámot, és amikor kivettem a lámpából, nagyon tetszett, és
elképesztően elégedett voltam vele, úgyhogy felhúztam még 3 vagy 4 szívecskét erre az ujjamra, csak azért, hogy amikor kiveszem, rájöjjek, hogy botrányosan néz ki. Úgyhogy leszedtem az egészet. Menet közben lemerült a kamera, és nem vettem észre, úgyhogy lemaradtatok a feléről, de arra jutottam, hogy a gyűrűs ujjamra egy nagy szívecskét fogok tenni, ami ketté van törve, tekintve, hogy anti-Valentin nap, és ha forgatom az ujjam, akkor egyébként teljesen jól ki lehet venni, hogy szívecske. Így, amennyit ti láttok belőle, nem vagyok benne teljesen biztos, de ez egy lelógó, félbetört nagy szívecske a gyűrűs ujjamon. És utolsó lépésben még hiányoltam valamit az aljáról, viszont nem szerettem volna köveket feltenni, úgyhogy felírtam, hogy love. Először szerettem volna az O betű helyére egy szívecskét rakni, de aztán úgy gondoltam, hogy ez egészen túlzás lenne. Lehet, hogy oda kellett volna még egy glitteres szívecskét berakni az O helyére. Felírtam a love-ot, aztán ahogy szembenéztem a körmöm, rájöttem, hogy a fele se látszik, úgyhogy leteröltem a love-ot. És újraírtam. Majd miután még egyszer felírtam, és elégedett voltam az elhelyezésével, ráhúztam erre is egy fénylakkot, úgy döntöttem, hogy ez lesz a mai körömnek a vége. Ezt végigköttettem, és ez lett a végeredményünk. Látszódnak hibák, egy-kettő tudom is, hogy hogy javítanék, hogy egy kicsit tökéletesebb legyen, de szerintem így is egész cuki. Kommentmezőben mindenképpen várom a véleményeket. Köszönöm, hogy itt voltatok, a következőben találkozunk. Sziasztok!